Újabb részletek derültek ki a 13 éve Portugáliában eltűnt brit kislány ügyéről. Évek óta folyamatosan felcsillan a remény, hogy a 3 éves Madeleine McCann-t elrabolták és életben van, most azonban egyre valószínűbbnek látszik, hogy a kislányt meggyilkolták. A héten azonosítottak egy német férfit, aki a legfrissebb információk szerint közel lakhatott a kislány szüleinek szállásához. A férfi neve egy német kislány eltűnésével kapcsolatban is felmerült. Ez az a kislány, akinek eltűnésére 13 éve keresik a választ a hatóságok. A 3 éves Madeleine McCann 2007-ben ebből a portugáliai apartmanból tűnt el egy családi nyaralás során. Az eltűnés estéjén a kislány a szállodai szobában aludt, míg szülei az üdülő éttermében vacsoráztak. Hallottuk pletykákat, hogy egy pedofil élt itt, de most többet beszélnek róla az emberek. A szülőknek még akkor is, ha borzalmas, tudniuk kell, mi történt, hogy le tudják magukban zárni, mondta ez a helyi lakos. Jelenleg egy 43 éves német állampolgár az ügy első számú gyanúsítottja. A feltételezett elkövető már ismert a hatóságok előtt, eddig 17-szer kellett bíróság elé állnia. 2005-ben egy 72 éves nőt erőszakolt meg, jelenleg a németországi Kielben tölti börtönbüntetését. A gyanúsítottat már többször is elítélték, többek közt kiskorúak szexuális bántalmazása miatt. Információink szerint bűncselekmények elkövetéséből élt, szállodákba tört be és kábítószerekkel kereskedett, közölte a braunschweigi államügyész. Hozzátette, úgy vélik, a kislány már nincs életben, és a nyilvánosság segítségét kérik az ügy előrelendítése érdekében. A gyanúsított furgonját többen is látták a környéken a kislány eltűnésekor, és feltételezések szerint lakóhelye is a közelben volt. A férfi neve egy 5 éves német kislány eltűnésével kapcsolatban is felmerült, de bizonyíték egyelőre egyik esetben sincs. Sajtóértesülések szerint napokon belül feltételesen szabadlábra helyezhetik.